A Városháza dísztermében Kármán Sándor fotója, gyertyák és koszorú fogadta az emlékezőket tegnap délután. Így búcsúzott a Dobmúzeum alapítójától, a Nemzetközi Dobos és Ütős Gálák megálmodójától, szervezőjétől a város. Családtagjai, barátai, ismerősei, tisztelői töltötték meg a dísztermet, és hallhatták a város polgármesterének búcsúszavait. Noha sohasem tartottad magad művészetet kiválóságának, de mi itt mindannyian tudjuk, hogy kivételes egyéniség és érték voltál, és számunkra pótolhatatlan vagy. Nem véletlenül mondta majdnem napra 21 évvel ezelőtt a Dobmúzeum megnyitóján az általad nagyon tisztelt Gonda János, hogy amit Kármán Sándor az elmúlt 30 évben végigcsinált, ahhoz hihetetlen fanatizmus, érdeklődés és affinitás kell. Ebben az egy mondatban benne van életed lényege. Kármán Sándor amellett, hogy létrehozta a világon is egyedülálló dobmúzeumot, életre hívta a Nemzetközi Dobos és Ütős Gála rendezvénysorozatot. A Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja volt, és létrehozta a Magyar Ütőhangszeres Kultúráért Alapítványt is. A kiváló zenész munkáját számos díjjal ismerték el. 2001-ben megkapta a Gubodi díjat, 2005-ben az Együtt a Városért elismerést, a Cigleláncot pedig 2014-ben. Prima Primissima díjat ítéltek oda számára, és számos szakmai elismeréssel is megköszönték mindazt a hatalmas erőfeszítést, amit a dobos és ütőhangszeres kultúráért tett. Legutóbb néhány hete Budapesten vehette át a Pernyi András díjat. Földi László országgyűlési képviselő búcsú gondolataiban úgy fogalmazott, Kármán Sándor emléke őrlángként marad itt közöttünk. Őrláng. Ez az őrláng fontos lesz a számunkra, és bízom benne, örökké itt fog pislákolni velünk. Ha majd felocsúdunk a tragikus hirtelenség döbbenetéből, mindannyiunk feladata lesz a pislákoló láng fölé őrtüzet rakni, és az eszméket, a nagy álmokat továbbvinni. Közös imára pedig Szlaukó Bobál orsolya evangélikus lelkész kérte az emlékezőket. Hozzád folyamodunk, könyörülő atyánk, az emlékezésnek ezen a szomorú napján. Nagy irgalmassággal esedezünk, kérünk tekint Sándorra. Lásd meg őt, lásd meg emberi mi voltát, lásd meg tehetségét, lásd meg azt, hogy milyen úriember volt. Lásd őt minden hibájával és minden eredményével és sikerével együtt. Jöjj közelébe, légy vele, és kérünk, szorítsd őt magadhoz. Kármán Sándor több barátja is levélben búcsúzott tőle. Kármán Sándor október 30-án 71 éves korában hunyt el. Utolsó útjára ma kísérték a fővárosi új köztemetőben.